A magyar bankrendszer stabil és jól jövedelmező. Biztonságban tartja a betéteket és megfelelő módon hitelez. Nézzük, mi újság a vállalati oldalon. Itt jelenleg kiemelten jó a helyzet, körülbelül 15%-os az éves hitelnövekedés mind a teljes szektorban, mind a kis- és középvállalatoknál, vagyis mindenki könnyedén meg tudja valósítani azokat a beruházásokat, amiket külső forrásból tervez megvalósítani. Na de hogy állnak ezzel a magánszemélyek? A háztartási hitelezés szintén dinamikusan nő. Itt kiemelten fontos az, hogy egy új termék megjelent a piacon, ez a babaváró hitel, ami nagy sikernek örvend, körülbelül 400 milliárd környékén lehet már a kibocsátás, úgyhogy kifejezetten gyors volt a felfutása. Ráadásul azt látjuk, hogy nagyon sok esetben olyanok veszik föl, akik egyébként nem tervezték a hitelfelvételt, úgyhogy van egy ilyen addicionális gazdasági hatása. Mindemellett mindig van kockázat. Esetünkben hol? A lakáspiacon, különösen a budapesti lakáspiacon a túlértékeltség kockázata továbbra is megjelenik. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a jelenlegi magas árakat még mindig a kereslet hajtja. Másrészt az árak növekedési ütemére csillapítólag hathat a MÁP Plusz bevezetése. Kockázattal a magyar bankrendszernek is számolnia kell. Digitalizációban Magyarország bankrendszere ugyanis elmarad a régióhoz és egész Európához képest is. Ebben nagyon fontos fejlődni, hiszen a digitális megoldások képesek nagyon-nagyon gyorsan terjedni. Az egyik legjobb példa, hogy azt látjuk, hogy például a Revolut nagyon rövid idő alatt 250 ezer ügyfelet szerzett Magyarországon, ami mindenképpen egy olyan jelzés a bankrendszer felé, hogy bizony ezekbe az irányokba már most kell lépni, mert lehet, hogy késő lesz.